Sziasztok, a nevem Vesz, és ez pedig itt a Mi van Hip-Hop. A mai videóra igazából egy könyvajánlót terveztem, de megjelent Women Pralának és Curtisnek a legújabb nótája Fantastic, úgyhogy muszáj vagyok róla ejteni néhány gondolatot. Ő egy igazi nemzetközi közkincs! Illetve megnézzük, hogy mit bífeskednek SM-mel, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem, de előtte még nézzük meg a nap zenéjét. Szörfösbe öltöztem, de nem láttam még élőbe szörföt sem. Hívva egy körfőcsre, és megeszek mindent, amit a fürdős nem. Mondhatni, még a nyár kellős közepén vagyunk, úgyhogy záporoznak a nyári nóták, a nyári zenék, a bulizó slágerek, a party trackek, a party himnuszok. Na hát gondolom, ez a Fantastic is valami hasonlónak készült. Először az egységben a hip-hop csoportban találkoztam ezzel a zenével, megnézve alatta a kommenteket, igazából nem tudtam, hogy mire számítsak, de hát ennél sokkal rosszabbra számítottam így a kommentek alapján. Igazából ahhoz képest meg kellemes csalódás volt, hiszen én annyira nem értékelem ezt annyira rossznak, sőt mi több, nekem kimondottan tetszett. Csalódtam benned! Szóval van egy kis csöcsök és segutó érzése a dolognak, gondolom azért is kaptak szerepet a BSV srácok. Csöcsök és seg, kurva élet. BSV, na meg Curtis ilyen botrányokat emleget, amiket majd megír az újság, hát vele kapcsolatban ez abszolút nem ritkaság, úgyhogy gondolom senki nem lepődik majd meg. Nem is olyan régen Curtis még SM oldalán oltotta az új generációs rappereket, nyilván nem volt senki megnevezve. Ma megnyik, ha a gyerekek góbégattak, a legtöbbje biztos, hogy radiátor. Ennek ellenére most ez mégiscsak egy ilyen meglepő feat szerintem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Füstbe száll a brigád, tömik a pipát, a legszolidabb buricsa is kamázabb a cidát. Elnézést, de esek felelnél pár kérdésre? És ehhez kapcsolódik, amiről még akartam beszélni, hogy tegnap SM kiposztolt egy Instagram sztorit, Lümen Pralának az Instagram sztoriát, amiben igazából hát elég érdekesen fogalmaz, de nézzünk is bele. A gyerek a százszor nagyobb felelősség és százszor nagyobb beló, mint egy izé rühes kutya, bazd meg. Úgyhogy a kutyáitokat ne írjátok, egy gyerek egy nyomok mindenkit, ez felidegesítelek. Utána volt még egy kiegészítés, amiben egy kicsit próbálta szépíteni a történetet, tehát ettől függetlenül azért nyilván SM-nek, mint kutya barát MC-nek nem igazán tetszett ez a sztori. Na figyelj, ne bántsd az állatot, ne így vezesd le a tüldet, amit az életed rád rakott. Egyébként ő is leírja Instagramon, kommentekben, hogy nem az a probléma, hogy a gyerek vagy a kutya vagy akármi, hanem itt maga az előadása volt a probléma. Hát igazából nem tudom most, aki sörös üvegeket, meg mit tudom én, miket tör szét a fején, meg ilyen trendeket csinál, szerintem attól ez annyira nem meglepő, vagy legalábbis én annyira nem hökkentem meg ezen. Még van valami baj, jaj! Ettől függetlenül azért egy erős bífet megnevezve az ellenfelünket már szívesen hallanék, így a magyar rap szakmában, de hát ez csak az én kis szívem vágya lehet, gondolom én, hiszen azért mégiscsak ezek a görbetükrös, bárkire ráillő bífeskedések azért mégiscsak működőképesebbek, mert akkor mégiscsak be lehet fítelgetni olyan emberekkel is, akik egyébként nem nagyon férnének bele, normál esetben. Kula menő, itt mögöttünk van egy csöves is, látják? Szóval összefeszültek a sztárok, de én azt gondolom erről, hogy különböző emberek különböző helyeken szocializálódnak, teljesen más értékrendben nevelkednek, stb. Stb. És azt gondolom, hogy van, aki így gondolja, van, aki úgy, nyilván nem mindegy, hogy milyen formában nyilvánulunk meg különböző témákban, mint például ebben is. Lehet, hogy ez valakinek sértő, ezt figyelembe kell venni, főleg, hogyha ilyen követő bázissal rendelkezik az ember. Na, de kíváncsi lennék a ti véleményetekre is, úgyhogy írjátok meg itt a komment szekcióban, nem szaporítom tovább a szót. Ennyi volt már az a videó, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomogassátok a like gombokat, ajánlgassátok a haveroknak. Sziasztok, én Vesz voltam. Hamarosan folytatjuk. Ami megmászott a ranglit rá, patintok egy rakét, egyre ma érd át a bass, de tippin állam a tapétát. Patintok egy rakét, megmászott a ranglit rá, patintok egy rakét, egy bass.